napirendi pontoknak az elfogadása és ismertetés. A közös munka, az információcsere és a korszerű képzések elengedhetetlenek azon gazdák számára, akik szeretnének lépést tartani a fejlődéssel. Ebben segíti a vajdasági termelőket és egyesületeket is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Közösen összedolgozunk összhangba, és hát itt nálunk például főleg a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések és az értékesítési kérdésekkel szoktunk tárgyalni. Úgy az idén részt vettünk a Magyarok Kenyere be is, gyűjtöttünk össze buzát. Tanulmányi utakra tudunk menni, így voltunk koratavaszon Írországban, Romániában, tehát és Magyarországon is, Sarolé farmokon. A regionális ülésen Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke az elmúlt év eredményeiről számolt be. Sikeresek voltunk az elmúlt időszakban a falugazdász hálózatnak az építésével, és az idei évben elértük azt a szintet, amit úgy elterveztünk, hogy 20 falugazdász dolgozzon Vajdaságban, úgyhogy ezeknek a falugazdászoknak a munkájáról is majd szó lesz. Ugyanakkor pedig ide tartozik még az a rész, amit a gazdálkodók részére tudunk biztosítani, tehát különböző szakmai összejöveteket, szakmai kirándulásokat tudunk szervezni a részükre. A külhoni gazdáknak is lehetőségük nyílt arra, hogy a magyarországi gazdákhoz hasonló feltételekkel váljanak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara önkéntes tagjaivá, így az őket megillető szolgáltatások számukra is elérhetőek lesznek. Ez idáig 73 vajdasági gazda adta át igényét. Egy közös piacként is fel lehet fogni ezt a Kárpát-medencei régiót, hiszen azért ez egy nagy szerencsénk, hogy mi magyarok azért saját magunkkal vagyunk körbevéve, de hogyha ezen túllépünk, akkor ennek igenis vannak gazdasági lehetőségei, még nincsenek eléggé kihasználva. Fremond Árpád, a Szerb Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke rámutatott, fontos, hogy a magyar kormány a mezőgazdaság és a gazdaság területén is támogatja a vajdasági magyarokat, úgy a Prosperitáti Alapítvány programján, mint az Agrárkamara programján keresztül. Fontos az, hogy egy kapcsolatrendszert építsünk ki, akár üzleti szempontból is kialakulhat együttműködés majd az elkövetkező időszakban, illetve már alakult is ki. Termeltetésről is szó van itt a határon túl, amiben érdekelt az anyaország. Tehát számos olyan lehetőség van az elkövetkező időszakban is, amit a mi gazdáink, illetve a mi egyesületünk csak ki tudnak majd használni. Az ülésen elhangzott, a gazdáknak szeptember 21-én és 22-én a mezőhegyesi mezőnapokon lesz alkalmuk a következő továbbképzésre az Agrárkamara támogatásával, ahol bemutatják az unió területén használt mezőgépeket.